Na csácsúbi csötészt a csokolád és traktorkerék, szevasz, szűrve csatornád! Hát milyen videóval érkeztem, nem más lesz, mint most egy kérdésekre válaszolós dolog, de hogy kontextusban legyetek, elmondom, hogy igazából hogy fog ez zajlani, meg igazából, hogy mi történik, mit látsz a videón. A videó nem látsz más, mint a Keeper the Tank YouTube csatornának a Discord serverét, amit nem rég hoztunk létre, például azért, hogy itt egy ilyen, hát, egymásra találjanak a hasonló érdeklődésű emberek, meg esetleg velem is, meg egymásra tudjunk kommunikálni. Egyébként van egy csomó, azt nézegetem, pont így pörgetem végig, hogy van itt egy csomó, 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 tök jó channel, tök jó csatorna, amiben ugye például képeket lehet tenni, vagy pedig kommunikálni, diskurálni a különböző játékokkal kapcsolatban és játékokról. Ugye van külön SnowRunner, egyébként most a random életképekben vagyok itt, ebben a csanálba, és ide rakjátok be azokat a képeket, amiket így megéltek. Remélem, hogy senki nem bánja, hogy így megmutatom a képeit. Van külön mémek, van kedvencek képei. A kedvencek képeit egyébként én úgy gondoltam, hogy izé lesz belőle gyerekek. Hogy mondjam? Ilyen állatok. Mármint úgy gondoltam a kedvencek és videk, mindenki to tolja be a motorokat meg a gépeket, de egyébként ez tök jó, ilyen organikusan így e, kinyílt ez a, a channel, nem e, állatokról szó, hanem konkrétan motorokról és mindenféle ilyenről. E, ja, külön vannak egyébként á, játék te tematikájú channelek itt, ugye egymással tudtok esetleg beszélgetni, meg ugye ilyen multiplayerben láttam, hogy egymáshoz kerestek, ez, ez, azért ez jó, ez jó, ez itt sikerült, ez itt sikerült. Tudtok egymáshoz multiplayerbe csatlakozni, meg ilyesmi, de viszont térjük rá arra, amiről igazából ez a videó fog szólni. A, van egy olyan channel is, hogy kérdez itt. Itt gyakorlatilag fel tudod tenni a kérdést, amit a Keeper megpróbál válaszolni. Jó, bármilyen témába, és akkor megpróbálok tényleg, tényleg válaszolni egy videóba. Először ugye elkezdtük ezt a kommentekre reagálós videót, csak az a baj, hogy ott ö, talán úgy lenne érdemes, hogy végigválogatni mondjuk egy hétre visszamenőleg, hogy milyen kommentek érkeztek, abból ugye kiszedni azt, ami releváns, és akkor úgy válaszolni, mert különben rengeteg komment érkezik, és talán ö, úgy válaszolni videóba nem tudom, hogy érdemes-e, hogy minden kommenten végigmegyünk, mert így körülbelül ilyen három órás videók lesznek meg, igazából szeretem így körüljárni azt a témát, amit felvettek, azt észrevettétek, és akkor ilyen egy kommentel szoktam foglalkozni akár ilyen 5-10 percet, és aztán tényleg ilyen nem sikerül, az nem jó, nem sikerült. És úgy gondoltam, hogy itt a Discord channel csinálunk egy olyan csal... Discord egy olyan ami kérdez itt, és akkor itt tudtok kérdezni, és... Hát a Discord mindenkinek számára elérhető, ugye akár telefonon is le tölteni, Tudsz hozzánk csatlakozni, és itt fel tudod tenni a kérdésedet. Ugye teljesen ingyenes. De ezt gondolom nem kell senkinek magyarázni. Üm, mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani? Ja. Ja, hogy a Discord-szenverünknek a linkjét lerakom a leírásba, hogyha esetleg nem, még nem találtál ide. Üm, annyira nem reklámoztuk nagyon csak annyi, hogy csináltunk egyet, és azt hiszem egy darab videó készült róla, hogy igen, ide lehet jönni. Egyébként a live -ok, hogyha később akarsz bármilyen live-ba csatlakozni, akkor és lesz lehetőség rá, tehát multiplayer fogunk tolni, akkor itt is az lesz, hogy ugye látod itt bal alul a live váróterem, és a live egy zárt kettő channel, ugye akkor úgy, úgy fog majd ennek működ, ez működni, hogy ugye a live váróba bejönnek azok az emberek, akik esetleg be akarnak jönni játszani, és ugye át tudom húzni őket a live egy zárt csoportba. Vagyis csane erre, értitek, és akkor tudunk együtt beszélgetni. Na, de tényleg akkor térjünk rá a lényegre, ezt így most ugye elmondtam. A következő ilyen jellegű videóban már nem fogom ezeket elmondani, hanem egyből mindig akkor a kérdésekre fogok rátérni. Öh, akkor menjünk végig rajta. Kép öh, Marci kérdezi, Keeper lesz még FS15 alsóulag? Öh, itt válaszoltam is, hogy nincs most tervben. De, öh, hogy mondjam? Nem szeretek ígérni, rájöttem, hogy én ö, egy csomó mindent szeretnék csinálni, és ezeket meg is ígérem. És ebből tök-sok probléma volt a YouTube csatornán, mivel ugye megígértem olyan dolgokat, amik később vagy nem valósultak meg, vagy csak részben és emiatt ugye ez nektek se jó, mert várjátok, meg nekem se jó, mert utána, hát csalódtok bennem, és e, miatt ez tökre szélzés. Például pont most jött egy srác, e, írt a Professional Farmer, Farmer videómhoz, hogy e, most értem vissza hozzád, mert tök, ezek, tök jó ez a sorozat, viszont régebben leiratkoztam, mert mindig csak ilyen ígéret földje volt. E, én nem azért ígérek egyébként, írtam meg sorozatokat, meg csináltam ezt, mert én ezeket csak úgy hanem tényleg úgy gondoltam, csak később rá kellett jönnöm, hogy nincs rá időm. Ugye tök sok dologgal foglalkozok egyszerre, tök sok játék fut, és uh, nehéz beosztani. És mindig, amikor így eszembe jut, hogy hú, de jó lenne ezt csinálni, és akkor én is belelovalom magam. És na, emiatt, uh, emiatt ezt nehéz, uh, nehéz így nem megígérni. Viszont megmondom őszintén, hogy FS15 alsó újlakon úgy gondolkozok, nekem is kezd hiányozni, hogy kellene csinálni belőle egy multiplayer élő sorozatot. Úgy még nem igazán játszottunk, és szerintem az úgy tök jó lenne, a Discordon beszélgető, és tudjátok, tök jó, úgy, szerintem úgy frankó lenne. Retro TS stílus alsóújlak, és kiválóleg FS15. És ne is írjátok, hogy 22-ben is van ma tudom, oda valahogy nem illik. FS15-be alsóújlak annyira illet, szar mint szarahóba gyerekek, mint kutya szarahóba, az egy ilyen tökéletes produktum volt szerintem. A többi az már, az már úgy mindig, nekem, nekem mindig hagyott magamba egy ilyen kis, egy ilyen kis, hiányérzetet, meg, 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 az is, hogy egy kicsit sok volt. Nem volt egy kerek egész az, a többi farming szimulátorban. Szerintem a, az alsó újlag map ugye a, a FSH nulla. Úgyhogy igen, szeretnék. Nem ígérem meg, de szeretnék. Az a baj, hogy most live-ba más sorozat megy. Nem tudnék berakni még egy sorozatot, de hogyha ezek kifutnak, akkor valószínű, hogy FS15 alsó újlag multiplayer tök jó lenne. Tök jó lenne. Na, itt írja uh, m.pont, Pont, hogy 22-es multi, ezt lehet, hogy nem tőlem akarta kérdezni, uh, de FS22 multit azt nem tervezek. Marci írja, hogy kéne egy tikültétek modokra értem, meg egy csomó mod, meg, meg, egy modkereső. Igen, ezt gondolom egy, 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 egy olyan csanált hozzunk létre, oké, okay, hát azt, azt létrehozhatunk nyilván, és akkor lehet beküldözgetni modokat, hogy ti mivel játszatok, vagy mit ajánlatok. Vagy pedig ugye, hogyha csináljuk az FS15 sorozatot, akkor akár jöhetnek oda modok, vagy pedig a 22-eshez is, ugye a 100 év a mezőgazdaságba sorozathoz is, akkor tudtok beküldeni modot. Úgyhogy azt meg is fogom csinálni, hogyha ennek a videónak vége. Na, lakatos Brandon, szia kipet! <laughs> kiperre gondolt, gondolom. Lesz FS19? Jöttek új magyar mapok is. FS19 nem hiszem, hogy lesz. Szerintem azért nem lesz FS19, mert FS19-ben amúgy is jegelve van az 1 milliárd euró kihívás dolog, mivel ugyan fs 22 be bejött a 100 év a mezőgazdaságba, mi egy véges sorozat, azt végig tudjuk pörgetni, és akkor visszatudunk térni ele, a Farming Simulator 19 1 milliárd euró kihívásos sorozatra. Úgyhogy emiatt nem férne bele. Emlékszel, volt fs 19 es szovjet a járművekkel és térképpel. Szóval az lenne a kérdésem, hogy át lett konvertálva 22-be is? Na, erre nem tudok válaszolni, ezt nem tudok. Ádám, bocsánat. A uh, Alexei kérdezi, hogy szia, valaki ért a mód átrakáshoz 19-ből 22-re? Ja, ez egy kicsit úgy látom, hogy uh, elment ez, egy, ez, a, ez, a, csatorna, vagy ez a channel más irányba is. Viszont, na, Sanya kérdezi, hogy dobos nem lesz még. Dobos az, nem hiszem... Uh, Tök jó lenne, de az, az, az meg egy olyan sorodat volt, hogy az mellett nem tudtál mást csinálni. Az tényleg egy ilyen kis félórás részek voltak, de azért azt megszervezni úgy, hogy mindenki ráérjen, mindenki jó passzba legyen akkor, amikor ugye ezt felvettük, meg tényleg mindenkivel egyeztetni, ez egy tök nehéz dolog lett volna, vagy dolog volt, és most bele arra gondoltam, hogy nagyon nehéz dolog lenne újra. Egy-egy részt nem érdemes kiadni, belőle szerintem, hanem akkor már egy sorozat lenne jó, az meg megint hatványozottan ö, nehéz lenne. Mindenki dolgozik, mindenkinek van élete. Szilárd például nem is tudom, hogy mi van vele, ő vele nagyon régen beszéltem. Úgyhogy, ja, úgyhogy az nem, nem hiszem, nem. Na, meg, meg, meg akkor az a baj, hogy ugranak a többi sorozat, mert foglalkozik el vele, ö, azzal sokat kell, azzal sokat kell egyeztetni, meg minden. Ádám kérdezi, Long Drive Live-ot mikor a tervezet? Azóta egyébként volt is, meg szaszával az van is. Máté, esetleg lesz olyan FS22 nézekkel? Az nem, de ahogy mondtam, hogy FS15 alsó újlak inkább. Ö, egyébként tudom, hogy FS22-t azért jobban preferáljátok, mivel ugye az nem rég volt ingyenes, de nem tudom, nem olyan horribilis ára van szerintem a 15-nek, meg gondolom azért a 15 is elég sok embernek megvan. Ö, Bali kérdezi, long drive nézőkkel idén igen, van, lesz, és ma is lesz, és Szabival fogom dolni, és megpróbálunk nyitni szervert, ezelőtt is próbáltuk, csak valamiért, ugye van egy ilyen buga játékban, egy hiba, hogy van akiknek nem jelenik meg a jelszó beírás után a belépés, ugye az enter. Viszont, hogyha teljesen nyitott szelvet csinálunk, akkor meg bejön minden random ember, és széttrókodja. úgyhogy ez egy nagyon nehéz dolog. Mi főleg azért, mert bugos a játék. Na Benny Boy, Keeper, majd fogsz folytatni My Village Live sorozatot? Annyit rögtem. Igen, fogom folytatni mindenképpen, már csak azért is, mivel azt úgy kaptam, azt a Steam kulcsot. Cserébe, meg hát engem is érdekel, nyilván hogy ö, próbáljam ki a játékot. És, 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 és érdekel, csak tényleg iszonyat sok dolog megy a csatornán. Igen, itt is kérdezte Krisztián, hogy mikor lesz, hát pontosan nem tudom, ö, vehetek fölbe őre részt, csak az a baj, hogy ugye nagyon ritkán van, mitől olyan hetente egyszer, az nem biztos, hogy annyira jó. Gáspár Péter, lesz live? Hú, uh, ez lehet, hogy nem aktuális ez a kérdést. A Török Krisztián kérdezi, hogy, hogy vagytok a mai napon? Erre válaszolok, nagyon rohadt meleg van ember, nagyon rohadt meleg van. Gáspár Péter... Ja, a Török Krisztián kérdezte, Gáspár Péter hogy jól. Valaki írta, hogy megsülök. Ja, ez a csatorna ez egy kicsit ugye, elment. Ezt tényleg arra hoztam volna létre, hogy itt tudtok kérdezni. Itt, itt, itt elbeszélgetnek a srácok. Uh, jó. Ó, basszus, itt, 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 Ó, basszus. Ó, basszus, nem is nekem jönnek a kérdések, gyerekek, várjál. Keeper, nem csinálsz Bicellmer Carhoz módberakás tutoriál videót? Zalai kérdezte. Hát igazából csinálhatok, meg egyébként rohadtul nem nehéz, de szerintem magyar nyelven is... Biztos, hogy van, és... Uh, angol nyelven meg töménytelen mennyiségű a Youtube-on. Tényleg, mivel nem, egy, nem olyan nehéz, ilyen pár... Uh, pár tudom, ...perces videók, és akkor megtalálod. Mert most csinálok egyet, szerintem plusz egy a Youtube-on nem biztos, hogy annyira releváns lenne, hogy az felkerüljön, hogy fontos lenne. Uh, szerintem van egy csomó. Jöjjön valaki, írta is neki, hogy segít neki. Na! Keeper, miért van az, hogy live-ban tudok írni a chatt de live-ban nem jelenik meg? Mm, azt szerintem lehet, hogy az én hibám volt, azért, mert ugye a, a, a chat tudom állítani, hogy nem tudom, hogy live chat legyen, vagy pedig top chat, és néha véletlenül top chat-en hagyom, és akkor nem tudom miért, nem tudom az, hogy működik az a rendszer, de ugye akkor nem mindenkinek a hozzászólását jeleníti meg. Úgyhogy, ha ilyet látszak, hogy nyugodtan, nem tudom, szólj rá, vagy valakire, hogy mondjátok meg Keepernek, hogy kapcsolja át live chatre, mert uh, más látja lehet, hogy kommentedet, mert ő neki van kapcsolva a live chatre, de én meg nem. Igen, Cele Roland, neked egyébként a, a Seven Days to Die-os kommentjeidet szoktam olvasni, nem arra úgy, hogyha néha uh, nem reagálok rá a videóban, csak olyan káptalan az agyam, hogy mint egy aranyhalnak. Na, igen, akkor e, itt válaszolok, bár e, lehet, hogy nem nekem tette fel a Kérdés kérdést, szerintetek gamer PC vagy gamer laptop? Egyébként, ezen én is volt nekem egy dilemám, hogy egy időben, hogy gamer laptopot akarok venni, e, hogyha nem viszed valahova, akkor teljesen pénzkidobás teljesen a gamer laptop. Drágább, kevésbé fejlesztető hogyha normálisan akarsz játszani rajta, akkor már mint környezetben, akkor jó azért rádugni egy plusz billentyűzetet, egy egeret, még esetleg egy monitor, vagy egy 4K tv vagy bármit, szóval akkor elveszti a laptop azt a funkcióját, amit igazából adna, hogy mobilitás. És hogyha csak nem mész, és nem akarod vinni, és máshol akarsz, nem akarsz máshol játszani, akkor teljesen laptopot szerintem semmiképpen. Itt egyébként írták is neki. Igen, ó, pont ugyanezt írták, bővíthető, fejleszthető. Igen. A, igen, laptop akkor ér meg, hogy sokat nyaralsz, ó, vi vi ma viszed magaddal. Na, nézzem egyébként, hogy nekem valami, valaki feltette a kérdést. Vajon mi lehet a Keeper igazi neve? Facebookon rá kéne keresni, lenne sok követője. <laughs> Egyébként, tizé, ö, megmondom én a nevem, Nagy Attila, rohadtul nehéz megtalálni, mivel ugye a nagy körülbelül a Kovács után vagy pe, ö, az második leggyakoribb ö, vezetéknév, azt hiszem Magyarországon, meg az Attila is nagyon sok, rengeteg van belőle. Egyébként ezt szoktam így mondani, én egyáltalán nem titkolom, de... Oké. Okay. Gyerekkorom óta nézem, és nem tudom, mi a neve. Oké. Okay. Olvasom közben, hogy olyan van-e, ami nekem szólt. Ó, oh, van itt egy Tommy. Keeper the Tank. Szép estét. Főni gondoltál már Seven Days to Live-okra? Elnézést a zavarásért. Tök gondoltam, csak az a baj, hogy nincs rá idő, mivel mennek a többi sorozat. És emiatt ugye tök jó lenne live nyomni egyébként, tök jó lenne ezeket a játékokat, mert akkor interaktálni tudnék veletek, és az tényleg egy rohadt jó dolog. Viszont az a gond, hogy, hogy, hogy nincs rá idő. Ugye videót azt tök jó fel tudom venni, amikor van időm, és kirakom, de ugye live-ot azt azért csinálunk egyet este 8 mikor csináljunk máskor, érted? és délután is csináljunk egyet, meg este nyolckor is, vagy nem tudom, az nem, nem meg nem biztos, hogy mind, ugyanakkor ér rá az ember, tehát akkor valamennyire a live szerintem konzisztensnek kell lennie időben, tehát mindig ugyanakkor kéne kezdődnie, hogy az emberek tudják. Ezt tudom vállalni egyelőre, hogy ezt 8 órakor minden nap van live kivéve szerdán, szerdán van általában a szünnap, ugye, de többet lehet, hogy nem tudnék, hogy így pontos időpontban. Kipődöttelen, szia mester, jó itt a mai live-hoz, Lesz a leszövőben vagy a következő játék részleg live játékból. Melyikből? Nem tudom, hogy melyikre gondol. Csókolom, hova tűnt a tegnapi live? Hát azt leszettem, egyébként pont a tegnapi live-ot kérdezte a Dexel. Leszettem, mert borzalmas volt, körülbelül a, a live-nak a 40%-a arról szólt, hogy editorba turkáltunk, meg fájlokat másolgattunk jobbra-balra, mivel ugye ilyen tök szar bugos lett a izé, megint a My Summer leszettem, mert szerintem élvezhetetlen volt. Így utólag belegondolva, nagyon sajnálom is, hogy elkezdtem, azt nem örültem neki, hogy, hogy így hogy ö... az, belefutottunk abba, én, én, szörnyen éreztem magam közbe. Mármint azért, mert ilyen szerencsétlenkedés volt, és én nem... Én valamilyen szinten szórakoztatni szeretnék, nem csak magamat, magam részéről is tök szar volt, hogy állandóan csak szenvedtünk, viszont mások se szeretnék azzal untatni, hogy editorokba kutakodok, ö, másolgatok fájlokat, körülbelül két órás live-ból 50 percet. Úgyhogy ez nem volt, nem, nem azért leszettem, nem, nem, az nem volt jó. Jó, srácok, akkor, hogyha gondoljátok a link a leírásba, csatlakozzatok a Discord-szerverhez, és akkor ezután, hogyha ide írtok, akkor egy ilyen megpróbálok egy nagyjából pont mindig ugyanolyan időbe uh, csatlakozni és uh, videót csinálni erről a, a erről a topikról. Oké, okay, és látszott, köszönöm szépen a uh, részvételt, a kérdéseket, a, és az, hogy itt voltál, és bocs, hogy csak most ennyi kérdésre volt uh, lehetőség, de igazából egyelőre ennyi volt a, a, a megválaszolandó kérdés. Köszi szépen, sziasztok!